Csak? Nem látlak. Minden jó. Igyunk vizet. Jó, furi, mint hogyha valamit így cipelnél valamit saját magadban, mint hogyha ilyen vizslatnál, vagy nem tudom. Vagy nem? Te most itt ki akarsz elemezni? Nem. Mindegy, akkor nem, csak ezt éreztem. Jó. Mondd. Nem tudom, te komolyan mondtad azt, amit múltkor mondtál. Hogy sokszor jut eszembe az, hogy... Vagy az álomról beszélsz, amikor azt álmodtam, hogy gyerekünk van, vagy mi? Hát, igen. Hát igen. De az komolyan mondtam, hogy azt álmodtam, de akkor az a kérdés, hogy akarok egy gyereket? Az ő kérdezed? Hát... Hogy, nézd, én még nem éreztem így ezt igazából így senkivel, amit veled. Tehát én... Ezt még nem gondoltam volna, hogy ezt meg kell beszélni, de igaz, végül is meg kell beszélni. Hát úgy el tudom képzelni. Ez jó. Te nem? De én is csak. Gondoltam, hogy nem fogja kiderülni, hogy már van neked egy-kettő. Csak már Réci, akkor itt szóljál előre. Mert voltam megmondhatod, tényleg, nem, már nincsen, csak én gondolkozom, hogy te kikkel találkoztál. De én nem akarok elemezni, mert nem vagyok pszichológus, de hát... Tehát amiket kérdezel, az iszonyú ilyen bizalmatlanságra val, de lehet, hogy én érzem rosszul, lehet, hogy rosszul érzem. Hát nem jól érzed. Volt olyan, hogy mit tudom én, volt egy barátnőm és volt mellette egy másik csaj, 19 évesen. De már a legutóbbi barátnőmnél, akivel együtt voltunk 7 évig, azzal már nem volt, mert azt gondolom, hogy nem az a... Szóval bennem nincs, ha azt gondolom, hogy máshol akarnék lenni, akkor most máshol lennék, nem pedig vele. És ezért fura, hogy... Tehát kérdezed, bevallom, tehát nincs az a gond. Meg biztos van ezer hibám, csak... Nem tudom, fura. Tehát, és én mondom, el tudom képzelni, hogy gyerek, vagy akár, csak... Nem, csak tudom, azért... hogy itt szétcincáltak volna, vagy nem tudom, így átgyalogoltak volna ezzel rajtad, és így tele vagy ilyen előítélettel. Most nem rosszból mondom, csak úgy... Nem, csak te is állani, így telefonálgatsz össze-vissza, így nem tudom kinek, és igazából egy kicsit ilyen rossz érzés, hogy sose tudom, hogy most éppen miért mész el otthonról, meg miért nem mész el. Figyelj, ha megkérdezed... Hogy ki hív téged, meg... Én szívesen elmondom, hogy telefonálgatsz, érted, nem fogom nézegetni a telefonodat, de... Szóval, hello. Mi hozott ide? Hát igazából Zsófi, tudom, hogy te azt mondja, hogy kezeled, vagy azt mondja, te beszélgetsz vele. Mi is beszélgetünk, és jó vele, tehát én még nem nagyon éreztem ilyet lányon, csak... Nem cinikusan, hanem nem voltam ennyire még... Régebben is láttam őt, tudod, ez úgy vagy a pszichológushoz, akkor jönnek, amikor baj van. Vagy ha el van keseredve valaki, vagy fel van háborúban, kilátástalan. Az azt jelenti, hogy az akkor most nincs annyira nagy baj. Te most én vagyok, akkor lehet, hogy most az, hogy mit beszéltünk, vagy mi van vele, azt nyilván nem mondhatom el, mert titoktartás alá esik, de most nyilván neked van valami. Nézd, én életemben nem voltam, még lehet, hogy most kiderül, hogy gáz van velem, de én életemben nem volt az, hogy ennyire megnyíltam volna egy lány felé, vagy ennyire komolyan gondolnék még valamit, és ő azt hiszem, hogy ő